afgán bevándorlók gyújthatták fel múlt héten a befogadó tábort Lesboson, ezt gyanítják legalábbis a görög hatóságok. 5 embert már elfogtak, egyet még keresnek. Korábban elutasították az afgánok menedékkérelmét, vélhetően emiatt bosszúból szándékosan okozták a tüzet. Eközben élesedik megint Európában a politikai vita. Angela Merkel, német kancellár 1500 bevándorlót átvenne a görögöktől, de ez ellen több korábban egyébként befogadó párti kormány is tiltakozik. Így néz ki az új migráns tábor Lesbos szigetén. Drónfelvételek készültek a hatalmas sátrakkal teli területről, ahol a görög hatóságok 5000 embert tudnak elszállásolni. A múlt szerdán leégett Moria befogadó központban 12 ezeren voltak, vagyis ez a mostani tábor hasonlóan túlzsúfolt lenne, mint az előző. Egyelőre azonban van hely bőven, mert mindössze 800-an költöztek be, többségük olyan, akinek gyereke van. A segélyszervezetek a táboron belül ugyanis pelenkát, tisztítószereket, élelmiszert és csecsemőtápszert is osztanak. A görög migráció ügyi miniszter azt mondta, hogy a hatóságok akár erőszakkal is készek átvinni a hajlék nélkül maradt embereket a sátortáborba. Ha a szép szó nem használ, akkor be kell vetnünk a rendőrséget, fogalmazott a miniszter. Hozzátéve, a telet várhatóan sátrakban kell tölteniük a migránsoknak, mert az új állandó létesítmény felépítéséhez legalább 6 hónapra lesz szükség. A migránsok többsége azonban hallani sem akar arról, hogy beköltözzön. Azt mondják, az új tábor egy börtön, és követelik, hogy az Európai Unió gondoskodjon róluk. Addig is maradnak a sziget utcáin, a tereken, falak kerítések mentén, templomokban. A mostani helyzet borzalmas. Ezt az új tábort is fel fogják gyújtani, mondja egy helyi lakos. Hozzátette, amióta a migránsok a szigeten vannak, a közbiztonság leromlott, a vállalkozások tönkrementek, a házak eladhatatlanná váltak. Kézzelfogható szolidaritást szorgalmazott az unió tagállamaitól a görög miniszterelnök, amikor Athénban az Európai Tanács elnökét fogadta. Charles Michel a megbeszélést követően úgy fogalmazott, minden európai uniós országnak ki kell vennie részét a migránsválság kezeléséből, és határozott lépéseket sürgetett a tagállamoktól. Eközben az Európai Bizottság megerősítette, hogy 400 kísérő nélküli gyermek áttelepítését 9 uniós ország, illetve Svájc már vállalta. Emellett Brüsszel kifizeti 1600 ember átmeneti elszállásolását egy Lesbosznál horgonyzó komphajón. Németország úgy tervezi, hogy a kiskorúak mellett még 1500 illegális bevándorlót fogad be a Lesboszon rekedt migránsok közül. Napokon belül döntés fog születni, hogyan segítsen a német kormány. Sokan jelezték, készek befogadni a leégett Moria táborból érkezőket, és nem csak gyerekeket és a felnőtt kíséret nélküli fiatalokat, fogalmazott a német külügyminiszter. Több európai ország azonban jelezte, hogy ezúttal nem áll be a német kezdeményezés mögé. Az osztrák kancellár például arra utalt, hogy veszélyes üzenet lenne, ha a táborok felgyújtása megkönnyíteni az Európába jutást. Eközben a görög hatóságok elfogtak több gyanúsítottat is a Moria menekültáborban keletkezett szerdai tűzügyében. A gyanú szerint 5 afgán férfi szándékosan gyújtotta fel a tábort, és valószínűleg további tettes társaik is voltak. Az őrizetbe vett férfiak menedékkérelmét már korábban elutasították a görög hatóságok.